Hát itt ez a, ezt látjátok, 0,89-es. Ezt látjátok? Jó, oké. Hashimoto-ja van, érdekes, már csak azért, nem ez a téma, de ez a, nem a abszolút pregnáns Hashimoto, de itt számos kisé, ehhoz szegényebb, szabálytalan területet látunk. Ez a klasszikus Hashimoto. Elmondom, egy drámai mértékű, de legalább egy ilyen 20%-ban ilyen mérsékelten ehhoz szegény területek vannak. És ez a másik oldalon, ez egy papilláris rák lett a bal lebenyben. Itt a Balázsnak az előző felvetésére van egy példa, hogy hát azért attól, hogy valami mikrokalcifikáció lehet más is, itt nagyon sok a viszonylag vonalszerű képlet. Na, itt megállítom, majd erre figyeljetek legközelebb is, vagy a lassításnál. Ez egy hangárnyék, úgyhogy nem látjuk az eredeti meszet. Hát ezt nem gondolom, hogy mésznek. Itt van egy hangárnyék, ami viszonylag kicsi meszesedés mögött lehet, nem mikromész mögött, de a durva meszesedés, ugye erről az intranodulális figuráról még ma nem volt szó, a durva meszesedésnek egyetlen egy biztos jele van, hogy hangárnyékot ad. Tehát, de itt most persze nem ez a fő téma. Itt az a kérdés, hogy ezek a apró vagy nagyobb, de 1 mm-nél nem nagyobb pöttyök, ezek valójában mikrokalcifikációk, vagy hogy a nyavajába kéne ezeket értékelni. Itt most csak a bal lebenyt mutatom lassítva. Ugye itt van ez a hangárnyékos rész, tehát ugye ezt, ha nézitek, nem látok előtte egy durameszes gócot. Na most itt megállítom, lobulált a felszín. Itt vagytok még? Szóljon valaki! Nem vagytok itt? Jó, akkor megszabadtunk. Hát, ugye ennek a betegnek a másik oldalán látunk egy Hashimoto-s dolgot, és itt van ez a mérsékelten ehhoz szegény göb, amiben vannak vonalak, pöttyök, és van ez a durva meszesedés, aminek nem látjuk a primér fókuszát. És akkor itt állítottam meg, az előbb, itt szakadtunk meg, hogy ennél a göbnél ez egy világosan szabálytalan határ. Tehát ez egy lobulált felszínű göb. Itt is van egy kis szabálytalanság benne, de ez tök egyértelmű, tehát ezt nem lehet ilyen határon belülnek tekinteni. Ugye erről nem beszéltünk, a anyagban, ami az interneten fönn van, bent van, minden egyes guideline ezt a jelet, ezt a szabálytalan, lobulált felszínt ugyanolyannak tekinti, mint a mikrokalcifikációt, vagy a Toller-Denbight sign-t. Tehát ugyanez a eddigi megbeszéléseink mindig ezekre a pöttyökre voltak kihelyezve, de hát itt most mutatok egy másik gyanús jelet, ezt a szabálytalan szélt. Ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy sehol nincsen számszerűsítve, hogy mi az a egyenetlenség mérték, amit kórosnak tekintenek. Tehát lehetne ezt a kiemelkedést itt lemérni, mondjuk, hogyha így csapnám le a göböt, akkor mondjuk ez lenne mondjuk 3 mm, és vetítsük a releváns sugárhoz vagy átmérőhöz, vagy mondjuk meg, hogyha a legmélyebb és a legmagasabb pont között van 2 méter, akkor az a kóros. Nyilván nem véletlen, mert nem az a célja ezeknek a guideline-oknak, hogy az embert beleőrítsék abba, hogy itt elkezdjen ilyeneket méricskélni, de valójában pont azért, mivel ezt a egyébként abszolút, hogy mondjam, felhasználóbarát lazaságot megengedik maguknak, ez egyetjelent azzal, hogy ennek is elképesztő nagy az interobszerver variációja. Ezt nem kétséges, hogy lobulált, irreguláris felszínekkel tekinteni, hát itt, hogy ezt meg ezt annak kell tekinteni, hát ez biztos 10 vizsgáló 6féleképpen értékelné. Nem tudom, átjön-e a képben ennek a lobuláltságnak a problematikája. Jó. Mindjárt elindítom még egyszer. Ez eleve lassítva van. Jó, elindítom még egyszer. És akkor most ne másra figyeljetek, csak a göb határára. Hát itt eddig nem jött ki.
ez hozba fog kijönni, tehát haránba ez tehát itt azért talán kijön, tehát ha mi nézitek ezt a részét. Tehát nem minden helyen lehet látni, de például itt egy éres rész, tehát itt amikor valami göb elmosódott és technikai probléma, de itt azért ez egy világos hullám van itt benne. Na most én, mikor Mátraházán szerveztük ezt a nemzetközi továbbképzést, ahol többen is voltatok itt előadóként, meg hallgatóként is, akkor én beszélgettem a nálunk okosabbakkal, és hát mindegyik azt mondta, hogy hát persze fontos ez az irreguláris felszín, meg fontos a taller than wide sign, de a nagyatya úristenek és a gyanús jelek közül a királynak az abszolút fontosnak azt a mikroklasszifikációt tekintik, és hát azt mondják, hogy ha az oktatásnak a célja, hogy ezt minél jobb arányban tudjuk valamennyire elkülöníteni. De most is mondom, amit százszor mondtam, ezerszer fogok mondani, nem érdekes, ha kétségünk van, beleszúrunk, kész. Na most ez, ha az előző papilláris rákra emlékeztek, arra rettentő szabálytalan szívre, aminél kérdés volt, hogy hol a határa, és nem lehetett tudni a határát, ez egy sokkal-sokkal szabályosabb, jól körülhatárolt, gyakorlatilag élesen határolt göb, ez ugyanúgy papilláris rák lett, mint az előző. Hát persze, hát vannak csúnya papilláris rákok, meg szép papilláris rákok, ez imán, csak hát ugye valójában ez egy mérsékelten ahhoz szegény göb, hogy a múltkori témára visszatérjünk, nem is biztos, hogy mérsékelten ahhoz szegény. Ugye az ehhoz szegénységet ehhez az izomszövethez viszonyítjuk. Hát tulajdonképpen ez lehet, hogy kifejezetten ehhoz szegénynek lehet tekinteni. Ha megnézitek ezt a részét, de a göb egészét most megint nem másra figyeljetek, csak az izomzathoz hasonlítsátok a göbnek a domináns szerkezetét. Hát ez nagyjából azt lehet mondani, hogy átlagosan körülbelül olyan sötét, mint a pajzsmigyelőt futó izomrost. Tehát valójában ez ugye egy ismert gyanújel, tehát ehhoz szegény göbről van szó. Tehát azért mondom, hogy ez nem csak a mikrokalcifikáció léte vagy hiánya a kérdés itt, hanem ennek azért a szabálytalan szél és az ehhoz szegénység miatt azért ez indikáció, ez minden rendszerben indikáció. Minden tiraszban indikáció. Na most hát ez nyilván nem az a pregnáns eset, mint amit már a mai adáson több helyen láttunk. Ugye itt ez, bocsánat, visszamegyek egy kicsit. Ugye itt volt egy vonal, majd mindjárt megint megpróbálok egy kicsit visszamenni. Tehát van ebben vonal, meg minden nyavaja. Azért ezek a nagy bunkók, ezek gyanúsak arra. Hát most meg nem mondanám, hogy ez feltétlen az-e, ezek a pöttyök, mikrokalcifikációk vagy nem. De azt gondolom, hogy ez abszolút nem hiba, hogyha ezt valaki mikrokalcifikációnak leletezi, vagy leírhatja, hogy gyanús mikrokalcifikációra, vagy amit tényleg lehet akár egy ilyen mencsvárként, és nem elvtelenségként, hanem a saját bizonytalanságunként használni, hogyha azt írjuk, hogy pontszerű ehogazdag figura. Tehát lefordítjuk a punctate ehogenic foci-t. Tehát én egyébként erre egy kicsit áttértem, ez leginkább azért van, hogy saját magamnál, hogyha ellenőrzöm a későbbiekben, akkor tudjam, hogy először hogy értékeltem. Mikrokalcifikáció kifejezést akkor használom, amikor majdnem 100%-ban biztos vagyok benne, és amikor külülírom, hogy pontszerű ehogazdag képlet, akkor az magam számára azt jelzi, amikor később visszanézem, hogy nem voltam benne biztos. De gyanús volt. Hát erre persze mindenki kialakítja a saját maga nyelvezetét, mert valójában a úrtangreletezésnek van egy másik fontos dolga, hogy amikor az ember később összehasonlítja a szövettant a saját leletével, akkor a saját magához képest egy rendszert érdemes kialakítani. Tehát ez azért nem gondolnám, hogy egy elvtelenség lenne, mert ugye annyiféle leletezési forma létezik. Nyilván fontos, hogy aki megkapja az útonreletet, az értse, hogy mire gondolok, de az is fontos, hogy amikor később kontrolljon a beteg, vagy visszanézek egy esetet az útrahanggal, akkor tudjam, hogy hol volt a bizonytalanságom, és hol volt, amikor valamit biztosan állítottam.
Hát szóval ez volt az utolsó eleve tárgyalásra ajánlott eset. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés valakinél? Minden világos? Vagy ami nem világos, az kellően nem világos? Jó. Akkor van egy bónusz esetem, ez a ma délutáni rendelésről származik, a témába vág, pláne ha megtalálom, akkor visszamegyek az elejére. Ugye ez egy multinodális goly, vagy hipertiriota betegben. Ez a haránt része a jobb lebenynek. Itt van egy, a fölül van egy ilyen, hát nem tudom, minek nevezzem, furcsa göb. Van benne egy durva meszesedés is. Itt mindjárt próbálom. Ez a durva rész. Tehát ugye az előbb láttuk egy kicsit, aminek volt hangárnyéka. Itt azt is lehet látni, hogy hát mi a durva mész. Hát itt egyértelmű, hogy ez a mi a nyavaja. Ugye itt van egy nagy, többszörös göbös rész, és akkor ugye ez az, amire akarnék most a mikrokalcifikáció vagy nem mikrokalcifikáció kérdése kapcsán majd fókuszálni. De mondom, a felső, nagyobb, göbszerű részben itt van egy nagyon szép meszesedés. Ez szerintem egy komettél artifakt, itt mindjárt megpróbálom lelassítani. Hát most elindulok még egyszer. Ez, amiről majd beszélünk, az alsó rész, de most egyre ezt a fönt itt nézzük. Igen, tehát itt ebben a, itt ide visszamegyek, itt erre figyeljetek, mindjárt visszamegyek egy pár másodpercet, ott lesz egy komettél artifakt. Mindjárt. Itt ebben nem tudom, láttátok? Tehát itt lesz, még egyszer visszamegyek. Próbálom kicsit lassítva. Ugye ezt nem szerkesztettem meg, mert ez ma délután 4 órakor volt bent ez a beteg nálam. Itt lesz mindjárt. Itt. Láttátok itt a fölvillanót? Itt vagytok? Ahó, szóval láttátok? Jó, na ezt most nem tudtam megszerkeszteni, mert ez ma 4 óra 30 perckor volt bent a rendelésemen, tehát ez már nem volt időm rá. Na de ez volt az egyik része a dolognak. A másik része, ami érdekesebb a mai téma szempontjából, hogy ez az alsó pólusban lévő göb tele van ehogazdag figurákkal. Hát én most nem mondom meg, hogy ez mi, inkább megkérdezem, hogy mire tippeltek. Tehát itt. Igen, én is azt gondolom, hogy volt benne kamettél, mindjárt visszamegyek erre. Vannak benne viszonylag nagy számban vonalszerű részek is. Én azt gondolom, hogy ettől nem kéne kétségbe esni. Tehát ugye itt a ciszta mögötti részben van, nem mindig ott van, de valójában ez az egész dolog a sok-sok ilyen világos mianyavajával együtt is, vagy az, annak ellenére is, ez azt gondolom, hogy ez egy viszonylag egyértelmű, hogy nem egy gyanús dolog. Oké, eoszegény göb, tehát azt gondolom, hogy citrógindikációt képezhet. Na, itt van az előbb, na, csak sikerült megállítanom, itt van a komettél artifakt, ez a komettél. Most persze ezt a jóisten fogja megmondani, hogy ez a nagy göbszerű rész, itt egy göb, itt egy göb, itt egy göb, ez megint egyébként a daganat ellen szól. Tehát az, hogy ez egy klasszikus hiperpláziás göb. Egy klasszikus hiperpláziás göb, ahol több ugye hiperpláziás nodulus, tehát ugye a diagnózis az mindig az, hogy noduláris hiperplázia, ami azt jelenti, hogy számos kis göbből áll a pajzs, ez a szövettani diagnózis, ez a klasszikus útra megjelenése. Tehát azt gondolom, hogy ettől nem kéne kétségbe esni, de semmi tragédia nincsen, hogyha valaki ezt citrógén indikációnak tekinti, nyugodt lélekkel lehet annak tekinteni, de nem nagyon szabadna ezt mikrokalcifikációként leírni. Most még egyszer megpróbálom csak egy kis részét ennek az esetnek. Van egy másik videó, amikor csak erre fókuszálok. Szóval ez úgy első blikre gyanús, de azért nem gondolnám, hogy mindjárt próbálom még egyszer lassítva lejátszani. Hol a nyavajában van, azt, hogy lassítok. Lejátszás.
Nem tudom lassítóra játszani. Bocsánat, megpróbálom még egyszer. Videó. Lejátszás. Sebesség. Jó, hát akkor most. Szóval érdemes ezt, hát nem tudom, megnézni majd még egyszer, majd ezt is valóban fölteszem azért a weblapra, meg hát van egy rakat ilyen esetünk fönt a honlapom. Amit tanácsom van, mondom, az egész történet nem az Oftex-ről szól, hanem arról szól, másról szól. Most van egy ilyen része, amit átmegyek vagy máshova. Értem, nem. Maradjunk ennél. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hogy ne kapkodjak? Van-e ezzel a utolsó esettel kapcsolatban, ezzel a bónusszal kapcsolatban kérdés? Ez egy kontroll a jövő beteg, akinek eddig volt egy 0-26-os TSH, egy 60 körüli nő, akinek mind a két oldalon egy jelentős trumája van, panaszt nem okozott, most került 0-1 alá a TSH-ja, azt mondtam, hogy most már műtét. Korábban beleszúrtam, most nem szúrtam bele. Ez egy jó indatú, cisztikus kollói struma volt, nem nagyon a kétség. Mind a két oldali lebenye így nézett ki, csak ez a jobb oldalinak az alsó része, amit bemutattam, az én miért ezt most gondoltam, hogy ma mindjárt 4 óra 31, tehát hogy mondom, na, akkor ezt már a bónusz esetként beteszem. De hát ez egy multinuális, toxikus, hogy kell ezt mondani, toxikus multinuális golyvája van, vagy pretoxikus, vagy nem tudom, hogy kell ezt szépen kifejezni, mert és ez egy 10 éve, 20 éve követett beteg, tehát ez egy klasszikus, jóindatú, de hát műtétet igénylő elváltozás. Más kérdés ezzel kapcsolatban?